talaj a föld felszín legfelső termékeny rétege. Mint ilyen, minket érint, hiszen növénytermesztéssel foglalkozunk. Ennek kapcsán nem mindegy számunkra, hogy a talaj mennyire alkalmas a céljainknak. A talaj tulajdonságai több dolog határozza meg. Az egyik tulajdonság a humusz tartalom. A humusz az E6 élőlények szerves maradványaiból képződik, és javítja a talaj szerkezetét, hiszen olyan szemcseméretet alakít ki benne, ami éppen kedvező, illetve a növények számára fontos ionokat, csókat tud megkötni a humusz szemcsék felszínén. Másik ilyen tulajdonság a talajjal kapcsolatban, hogy milyen az ő pH-ja. A pH, más néven kémhatás, az a talajban lévő hidrogén ionok koncentrációját jelenti. Különféle élőlények élnek a talajban, akik lebontó tevékenységükkel a növények számára hasznot hajtanak. Ez a két csoport a baktériumok és a gombák. Általában elmondhatjuk, hogy a baktériumok inkább a enyhén lugos, miközben a gombák inkább az enyhén savas pH-t kedvelik. Az enyhén lugos azt jelenti, hogy egy pohár vízhez képest kisebb a hidrogénion koncentráció, mint amit elvárunk, miközben a savas azt jelenti, hogy a pohár vízhez képest nagyobb a hidrogénion koncentráció. Ebben a példában három talaj pH-ját vizsgáljuk. Az egyik talaj az virágföld, amit minden növény alá ajánlanak, és tőle elvárnánk, hogy semleges, esetleg enyhén lugos legyen, mert hogy ez a legtöbb baktérium és így a legtöbb növény igénye. A másik talaj az egy fenyőféle növény alól gyűjtött talaj, ahol a tűlevelek, illetve pikkelylevelek lebomlásuk kapcsán apránként a talaj csavassá teszik, amelyet kevés élőlény kedvel, a gombák inkább, mint a baktériumok, ettől a talaj minősége inkább romlik, és így a legtöbb növény számára nem lesz kedvező. Harmadik mintánk egy átlagos virágtalaj, tehát egy átlagos kerti talaj, amiről feltételezhetjük, hogy valamiféle középutat kedvel pH tekintetében, amit most mindjárt elnézni fogunk. A kísérlet kapcsán minden talaj mintához desztillált vizet öntünk. Majd a mintákat kanállal egy picit megkevergetjük. Végül pár percig állni hagyjuk, hogy utána lakmuszpapírral a pH-jukat megvizsgálhassuk. Néhány perc után újra megkavarjuk a talajoldatokat. Majd az előkészített lakmuszpapírral megvizsgáljuk a pH-jukat. Ez a lakmuszpapír határozottan zöldebb lett, ami a színskála szerint azt jelenti, hogy ez a talaj mintánk inkább a lugos pH irányában tolódott el. Ez a talaj mintánk a színskála sárgás spektruma felé ment el, tehát enyhén savas pH-t mutat. Végül az utolsó talajmintánk az megmaradt az enyhén lugos semleges tartományban, amit egy átlagos talajtól, amit inkább baktériumok laknak, elvárnánk.